A Magyar Jégkorong Szövetség 2 évvel ezelőtt indította el gyerehokizni elnevezési roadshowját, amelynek célja a sportág bázisának bővítése. A rendezvénysorozat keretében korábbi vagy jelenlegi neves jégkorongozók, élménybeszámolók és jeges játékok segítségével igyekeznek kedvet csinálni a gyerekeknek és a szülőknek a hokihoz. Nyíregyházán csütörtökön a korábbi 175-szörös válogatott, többszörös magyar bajnok és kupagyőztes, 2 A-csoportos világbajnokságon szereplő Vas Márton volt az egyik vendég. Elmondom, hogy miket lehet ebben a sportban úgymond elérni, utazgatni, barátok, élményekkel teli vagyunk, úgyhogy ezeket próbáljuk meg átadni ilyen kis röpke fél óra, 3-4 órába a gyerekeknek, mert azért nem szeretnénk unalmasak se lenni, úgyhogy minél több élményt szeretnénk nekik adni, és akkor hát ha bízunk benne, hogy a mi sportunkat választják. Ha valaki érett rá, akkor 4-5 évesen már nyugodtan föl lehet küldeni korcsolyázni, ez a mozgás koordinációtól, az előre haladottságától a gyerekeknek, mindenkinek egyénire szabottan lehet ezt tenni. U7-es, U8-as bajnokságunk már létezik, tehát a Supermini, U8, U10, ott már bőven lehet játszogatni, mindenféle szintek vannak, már a bajnoki szintek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy U8-as szinten már lehet ezeket a gyerekeket jégkorongozónak hívni. A másik vendég, a 23 éves Szilágyi Tiffany már 9 éve válogatott játékosnak mondhatja magát. A fiatal jégkorongozó hölgy a tavaszi kanadai A-csoportos világbajnokságra készül a nemzeti együttessel. Én úgy kerültem ide, hogy először jégtáncolni szerettem volna, de utána átmentem egy jégkorongedzés, és az sokkal jobban megtetszett. Igaz, hogy a szüleim először ugye nem voltak elragadtatva arra, hogy a kis szőke kislányuk az majd ide a jégen lesz, és az ütközéseket látták először, de hát a végére a családom a legnagyobb rajongója lett ennek a sportnak, az összes edzést, az összes meccset végigülik, úgyhogy egyébként nekem van még 2 húgom is, és mind a 2 jégkorongozik, úgyhogy nálunk ez így bejött egy ilyen családi biznisznek. Nagyon-nagyon sok élményt kaptam, és tényleg nagyon-nagyon sok pozitív emlékem van ebből a jégkorongból, és szerintem még lesz is, pedig most egyébként egy kicsit ilyen göröngyös út volt mögöttünk, és tényleg a tavalyi világbajnokság után, hogy ezt megnyertük, szerintem minden perce megérte, amit akár fel kellett áldozni a saját civil életünkből is. Például gondolok itt iskolai bálokra, farsangokra, amiket nem igazán tudtunk részt venni, mert inkább edzettünk, de minden megérte. A Gyere Hokizni nyíregyházi rendezvényén a városi jégpályán csütörtökön 150 gyerek húzott korcsolyát és fogott hokiütőt a kezébe.